Szeretettel köszöntök mindenkit, Tóth Orsolya vagyok, a Városi Könyvtár munkatársa az eheti könyvajánlóban. Nagy Kriszta Léna, a Kerítés túloldala című könyvét választottam. Nagy Kriszta Léna Győrben született, Szegeden tanult, Budapesten él. Volt rendező, dramaturg, dolgozott könyvtárban, szerkesztett gyerekújságot, mesekönyveket. Az Kerítés túloldala című regény az első regénye, amely idén jelent meg. A kisregény napjainkban játszódik. A lendületes történetmeséléssel egyidejűleg az írónő apró részletekkel is elvarázsol, a kedvenceim olyan pillanatok megragadása, mint egy csésze tea elfogyasztása házi süteménnyel, melynek olvasása közben szinte érzem a citromos kosárka ízét a számban, vagy ahogy a rakparton sétáló főhősnő leírja a színeket és a folyót, hallom a Duna zúgását is. A főszereplőnő egy fiatal lány, Varga Maja, aki keresi önmagát. Miért is? Hát mert a véletlen rádöbbentette, hogy lehet, hogy nem abban a családban nőtt fel, ahova született. Igaz lehet ez? Valóban elcserélték? És ha igen, akkor hol vannak és kik az igazi szülei? Az édesanyjával nemhogy nem harmonikus a kapcsolata, hanem egyenesen traumatikus. Lehet, hogy ez is azért van, mert nem az édesanyja nevelte fel? Emiatt nem tud önmagával sem kibékülni? A testét sem tudja elfogadni, a képességeivel sincs igazán tisztában. Hosszú ideig marad egy bántalmazó kapcsolatban, vajon az is azért van, mert nem ott nőtt fel, ahova született? Van-e kiút ebből az élethelyzetből? Kap-e és kitől kap igazi segítséget? Hogyan tud, és tud-e egyáltalán nyitni új emberek felé? Tud-e még bízni valakiben? Ezek a kérdések előrevetítik, hogy egy alapvetően fontos témákat boncolgató könyvről van szó. Ugyanakkor ez a sok komoly kérdést felvető írás egy impulzív, élő, vibráló regény. A történet sokrétű, várom a folytatást. Klimanócskák néven egy környezettudatos nevelési konferencia zajlik éppen ezekben a percekben Szarvason. Bozókiné Szabó Ildikó mesterpedagógussal beszélgetünk erről a témáról. Kiknek fog szólni ez a program? Kiket szólít meg? A Klimanócskák program egy klímatudatos környezeti nevelési program, és az a pedagógusokat szólítja, illetve a gyerekeket és a szülőket is, és az egész társadalmat érzékenyíteni szeretni az éghajlatváltozás problémáira. A programnak az ötletgazdájaként azt tudom elmondani, hogy felöleli az öt területet, ami az éghajlatváltozás problémaköréhez tartozik. Ezen a konferencián, amit tulajdonképpen egy továbbképzés, hiszen 12 állomása lesz ennek a nagyívű továbbképzési programnak, olyan óvodapedagógusok érkeztek most ide, akik ebben a témakörben szeretnének tovább fejlődni, és az óvodájukban ezt továbbadni a gyerekeknek különböző foglalkozásokon keresztül. Nagyon fontos szempont az számunkra, hogy minél több pedagógushoz jusson el ez a képzési program, és hogy képezzünk egy hidat az éghajlatváltozás problémái és az óvodapedagógusok között. Ezen a mai programsorozaton, ami elkezdődik, különböző gyakorlati feladatokon, érdekes előadásokon keresztül járjuk körbe az éghajlatváltozásnak a problémakörét, és hogy mit tehetünk mi pedagógusként azért, hogy a klímavédelmet tudjuk közvetíteni a gyerekeknek, illetve hogyan lehetünk mi magunk is környezettudatos, klímatudatos pedagógusok. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ennyire nagy az érdeklődés ezután a programsorozat után. Ebben a programsorozatban nem csak ez a képzés van benne egyébként, hanem egy egynapos olyan továbbképzési program is, ahol fogok tartani
tartani foglalkozást a gyerekeknek, workshopokat tartunk majd, illetve kapcsolódni fog hozzá egy nagyszabású családi nap, ahol a gyerekek és a családok minden egyes városba, ahova ez a képzés eljut, részt fognak venni egy klímatudatos családi rendezvényen. Ez egy nagyon nagy ívű projekt. Azt gondolom, hogy a különlegessége is ennek a projektnek az, hogy nem csak egy témakörtől áll fel, hanem komplex módon igyekszünk átadni az ismereteket és a gyakorlati megvalósítást. Említette, hogy 12 állomás, a 12 helyszíne lesz ennek a konferenciának. Vannak már ezzel kapcsolatban tapasztalataik? Milyenek voltak az előző állomásokon a visszajelzések? A tavalyi évben indultak el a mintaprojektek, Eger, Balatonfüreden jártunk, illetve Budapesten. Nagyon-nagyon jók voltak a visszajelzések, a pedagógusok nagyon már vették a továbbképzéseket, hasznosítani is tudták ezeket az ismereteket, és a mai napig nagyon jó együttműködés alakult ki az óvodapedagógusokkal. Az is a célunk ezzel, hogy kialakítsunk egy nagy klímanocska közösséget, ahol az óvodapedagógusok tudnak majd, illetve nem csak az óvodapedagógusok, hiszen iskolákba is el fogunk jutni, tudjanak egymással tapasztalatot cserélni, illetve segítsük egymást az ötletadásban, és egy igazi nagy klímavédő közösséget tudjunk kialakítani. Arra vonatkozóan van-e tapasztalat, hogy a gyerekek hogy fogadták ezt a programot, hogy tudott beépülni ez a mindennapi nevelésbe? Természetesen van tapasztalat, így én a saját óvodámon közel 15 éve működtetem ezt a programot. Nagyon-nagyon fogékonyak a gyerekek, nagyon szeretik a komplex programokat, jellemzően nagyon sokat segít a gyerekeknek egyébként abban, hogy az összetett gondolkodásuk fejlődjön. Nagyon szeretik a szülők is a programot, hiszen a klímatudatos és a környezettudatos magatartás napjainkban előtérbe került, egyre nagyobb hangsúlyt kap, nagyon sokan bekapcsolódnak a programot, nagyon sok szervezet is segíti a programot, és egy nagyon szélesívű társadalmi összefogás is tud megvalósulni, ezáltal így, hogy nagyon szeretik a programot. Ebben a programban nem titkolt célja, hogy a minisztérium is bekapcsolódjon, hiszen a további évek során szintén szükséges lesz az ilyen szintű nevelés. Erről mi a véleménye? Nagyon nagy támogatás van a programnak, aminek nagyon örülünk, hiszen ez egy kiemelt nevelési területté vált az óvodák, és nem csak az óvodák, az iskolák és minden köznevelési intézmény számára. Nagyon-nagyon jó az, hogy támogatást kapunk, azt gondolom, ezekre a programokra, hiszen ezzel a jövőt építjük, hiszen ezek a gyerekek a jövő generációja, és ők lesznek azok, akik majd tovább védik a földünket. Utolsó kérdés, hogy érzi itt magát Szarvason? Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy visszatérhettem ide, hiszen itt végeztem, ugye nagyon sok évvel ezelőtt, az egyik kedvenc városom, örülök, hogy itt lehetek, és nagyon-nagyon szeretem ezt a hangulatos, szép várost. Dr. Fegyveres Fiskál Gábor úrral beszélgetünk, még mindig a Klímanócskák programról. Pontosan mi is a célja ennek a programnak, és hogy tud megvalósulni? Hát ez is nagyon nagy öröm, hogy itt Szarvason elkezdhetjük ennek a projektnek a második etapjának az első találkozóját és az első programját. Azt kell tudni a Klímanócskák programról, hogy 2022-ben a Klímastratégiai Államtitkárság támogatásával 3 megyében kezdődött meg a Klímanócskák óvodapedagógiai módszertannak az adaptálása, bemutatása, és ezt az idén további 12 megyének a támogatásával tudjuk folytatni. Ez 23 és 24-et ölel magában. Gondolom nem nehéz tartani ezzel a témával kapcsolatban az államtitkársággal, illetve a minisztériummal a kapcsolatot, hiszen támogatják. Ezt a támogatást nagyon köszönjük, és azt is nagyon köszönjük, hogyha az egyes városok, az egyes megyék területén lévő működő óvodák is ezt a támogatást megadják. Külön köszönjük azt, hogy Szarvason lehetünk itt most a második etap első alkalmával, hiszen Szarvasnak nagyon nagy hagyománya van az óvónőképzés terén, és ezért gondoltuk azt, hogy ezt a várost választjuk elsőként a megyéből. Önnek mi a véleménye az elmúlt évek, mit bizonyítanak, mennyire hasznos ez a program? Nekünk az a célunk, és ezt a program úgymond kitalálója, a program hátterében működő Bozókiné Szabó Ildikónak a működése is méltóképpen prezentálja, bemutatja, hogy a gyermekeken keresztül lehet megszólítani a családokat. Tehát nekünk az a célunk, az a feladatunk, hogy minél több óvodába elvigyük ezt a módszertant, minél több óvónő megismerje, minél több gyermek megismerje, és ezáltal egész Magyarországon elterjedjen ez a klímatudatos gondolkodás, amit mi képviselünk.
nyilván a jövőre gondolva minden évben meg kell tenni ezt a képzést az óvodapedagógusok, mindenféleképpen kell, hogy a gyermekeket tájékoztassák, így nyilván önöknek is lesz további feladatuk. Hát ez egy folyamat, amely, mint említettem, tavaly elindult, sőt már ez évek óta zajlik, egyrészt a Hódmezővásárhelyen 15 éve, másrésztről pedig az elmúlt években a határon túli magyar óvodáknál került ez bemutatásra, majd nagy örömünkre, hogy tavaly elkezdődött most már a magyarországi megyeszékhelyeken, vagy megyei településeken, városokon ennek a módszertannak a bemutatása. Miről beszélünk, ez egy életfelfogás. Tehát ez nagy öröm, hiszen ez egy módszertan, amelynek a lényeg az, hogy szeptember 1-től a gyermekek bekerülnek az óvodába, és egészen év végéig, amíg úgymond klímanócskává nem válnak, neki az a dolga a gyermeknek, és nyilván az őt oktató pedagógusnak, hogy minden területen, a környezetvédelem területén, a természetvédelem területén, a víz, az energia, akár a közlekedés vagy egészségügy területén, azokkal az információkkal játékos formában megismerkedjen, amelynek az a következménye, hogy utána ő ezt otthon a saját családjában is terjeszti, és mint tudjuk, a legjobb motivátorok a gyermekek, ha ők akarnak valamit, akkor a család is úgy fog viselkedni, úgy fog gondolkodni. Lesz-e ennek a programnak felmenő rendszere, értem itt az alsó tagozatot? Nagyon örülünk annak, és nagy reménységünk, hogy a továbbiak során a kisiskolákba is be tudjuk vinni, illetve ott is meg tudjuk mutatni ezt a módszertant. Egyébként nem újdonság, hiszen éveken keresztül már az iskolák alsó tagozatában ilyen típusú rendhagyó tanórákat tartottunk, amelyben a klímanócskák óvodapedagógiai módszertan gyerekeknek szóló információs halmazt adtuk és mutattuk be, természetesen játékos formában, és erre is voltak megfelelő támogatások, és erre is volt megfelelő igény és fogékonyság az iskolák részéről. Idén mekkora munka vár még önökre? Hát ez az év az gyakorlatilag még 4-5 ilyen programot feltételez, ez november-december hónapban, viszont a következő évben 2024. november 30-áig tart ez a program, amelyben nagyságrendileg 10 megyében fogunk még dolgozni, reményeink szerint ugyanilyen sikeresen, mint itt Szarvason. Egy kor, amiben van mit értékelnünk, s van mire emlékezni.
hódot haszni. Az jubileum, az évforduló egy esemény, amikor a múlt találkozik a jelennel, hogy előkészítsék a jövő alapjait. Pokrátkej, prestárke, klubovegyzsínos hívok, hogy hiszi is nevezte gyerekezja, sa znovu založil slovenský klub, tu v Pidni z posvetového centra Petra Vajdu, Sárvasi pod názvom Kultúrny spolok sárvaských Slovákov. Rövid szünet után újra alakult a Szlovák Klub 1990-ben az akkori Vajda Péter Művelődési Központ Bence klubjában. Zaluzsirikó Gévali Csehovja Spolkó, az okolíték Vigyit Szárvasa, Kucsikerja pedagógója Szárvaszkai Szlovenszkai Základnai Skoli, a Szárvaszkai Szlováci. Alapítói a Szárvas környéki szőlő lakosai, az akkori Szlovák Klub tagjai, a szlovák iskola pedagógusai, diákjai és a szárvasi szlovákok voltak. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam a tevékenységünket. Dovoljtani, ami szokrát, hogy predstavila našu činnost, rokok 2001-ben, a 2003-ben pod Monyi vedeni. Ebben az időszakban 2001 és 2014 között én vezettem a kulturális kör. Vegyeni és Polkó, Kazsda Erocsne Vibracovával a Rosne projekti, a Bizme Mugló, Mugliza Veszpecsit napláno van el naše programi. Nem volt ismert a szokolni, Boszkó Nyutó szó, a Veszmert ti nasi mosnos, a Bizme napláno van el programi, Mugli uszkutocsi. Nem voltunk mindig elégedettek azokkal a támogatási összegekkel, amelyeket kaptunk, de igyekeztünk minden esetben lehetőséget keresni arra, hogy a betervezett programjainkat meg tudjuk valósítani. A harmonogramme spolkuszat, bocsász Jehoz Paszovanya, Zakovani Objó Bele, a Opakúj utcaisza programi, akkor napritlan Oszlava Benzinárod, nehogy Dnyazsien, Príprava ochutnávka sarvaských slovenských jedál, predvianočné oslavy, deň národnosti, ukážky z domácich prác, varenie sabúna, príprava brdovcov, tkanie, prátky, bielenie a brevenie kukurice a overačka. A programjaiban rendszeresen ismétlődtek a közkedvelt programok, így például a nemzetközi műnap ünneplése, a hagyományos szlovák ételek készítése, kóstolása, az őseink házi munkáinak bemutatása, kukoricaborzolás, szövés, vonás, csikatészta készítés és a szület. Nyezapunk jelnyezási kívül Csajnószak, Jasuhajuk, Lilletontó, Magyarszkú, Szlovenszkú, Rumszkú, a Rakúszkú. A tagok felejthetetlen élményei kötődnek a szlovákiai, romániai, magyar és az ausztriai kirándulásokhoz is. Bolizme organizátor mi, a Boszporó organizátor mi, Jacek Tiszta, több kiállítás rendezői és társrendezői is voltunk. Marizme zárójem, ahogy vagy ennek Brextavenia, a Folklorden, Istufenia, Zahraničný, Slovenský i Maďarský skupin. Boli sme prítomní na všetkých dňoch v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku a na dňoch kultúry a jazyka Slovákov Békéskej župy. Részesei voltunk, illetve résztvevői voltunk minden alkalommal a Magyarországi Szlovákok napjának, illetve még akkor rendszeresen szervezték a Békés megyei Szlovákok kulturális és anyanyelvi napját. Itt mindig nagy létszámmal vettünk részt. Úszkozne spolupracovali, pracovali so miestnou slovenskou samosprávou, so základnou školou, slovenskou základnou školou a s osvetovým centrom Petra Vajdu, terajším divadlom Ferdinus Teatru. Szoros munkakapcsolatunk volt a helyi szlovák önkormányzattal, a szlovák iskolával, az akkori Vajda Péter Művelődési Központtal, a mai Ferdinus Teatrummal. Bocsász Uprihoi Köszti, Zácmini Hosszami Boli, Medzinami, Vivali Konzuli, Generáli Konzuli, Konzuli, Verlislanci, Szlovenskej Republiki, a Prestaviteli a Partnerskej Miest, ez a Szlovenska Mestaszarvas.
kedves vendégeink voltak a Szlovákia akkori főkonzuljai, konzuljai, nagykövetei és Szatmasváros testvérvárosának képviselői. Legyen ez polgó, valótó, aki szajazi a tradíciát, Prigozenes Gyegyilis pokolenia, napokolenia. A vezetőség mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy az hagyományok és a nyelv természetes úton öröklődjön generációról generációra. Venni Ucsino formol, Toto Bolos, Akányi és Jakob Szlovenska és Koridor Zsigota Sporgó. Kasi Rosben, Priprahovai Pre, Jakob Szlovenska és Zágyalak és Koli Vádodó Krisztán Tábori. A kör nagy figyelmet fordított arra, hogy természetes úton öröklődjenek a hagyományok generációról generációra. Ennek nagyon hatékony módja volt, hogy igyekeztünk bevonni a szlovák általános iskola diákjai a kör tevékenységébe. Minden alkalommal részesei voltak rendezvényeinkkel szlovák kulturális műsorral, illetve szlovák népismereti táborokat szerveztünk nekik nyáron. A Toto Cekto Cem, hogy a Kovács Nasi Botforovatyáló, egy finanszírozási dotációi részbeli 20 megú Nasi programban. Ezúton is szeretném megköszönni akkori támogatóinknak, akik anyagi támogatással járultak hozzá programraink sikeréhez. Szúto, Uratre, Szlovákon, Zsivici, Zahranyicsi, Szlovenszká, Národnosná, Szamuszpráva, Veszka, Szarvas, Celostárka, Szlovenszká, Szamuszpráva, a Poszlányeci, Poszlányeci Zbor, Veszta Szarvas. Főtámogatóink voltak a határon túli Szlovákok Hivatala, az Országos Önkormányzat és Szarvas Város képviselő testülete. A Nyeposzlák Memorandi Gyakulján Tim Csilemo, Ktorin és Di Pomáhali, a Revigyelnes, a Stretávali, a Nasevovali, Nase Odujatja. És nem utolsó sorban köszönöm azon tagoknak, akik minden alkalommal segítségemre voltak, rendszeresen látogatták rendezvényeinket. Gyakorlják a vasúpozornos. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vážení hostia, drahí členovia kultúrneho spolku Vernus, milí prítomní. Kedves kulturális körülök, kedves vendégek, tisztelt megjelentek. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na dnešnej slávnosti konanej pri príležitosti 33. výročia založenia kultúrneho spolku Závazkých Slovákov Vernosť. Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Önöket a mai ünnepségen a Szamosi Szlovákok kulturális köre megalakulásának 33. évfordulója alkalmával. Aktivitás Závazkých Slovákov som tenia osobne začala už začiatkom roku 2015. Kedy som začal pracovať v Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolegiu v Sávaži. V roku 2018 som prevzal jeho vedenie od mojej predchodkyne pani Zlaticovej školy. Keď to za tréninka som dlho na Slovakých školách, azúta do kohtiv tvorby o Slovenskej Slovákov zo Šrimek. A Sávaži pasetejšie vyšlo 20. leta nad kretozdia dizajnozmu. Myslím si, že počas uplynulých rokov sme zrealizovali veľa úspešných podujatí, ktoré sme zorganizovali samostatne, ale vo spolupráci s Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku, či so Slovenskou samosprávou mesta Sádaš a Slovenskou základnou školou v Sádaši. Úrchodom dnes ráno týdeň vás sám všetká školu vôd, Leningrad Kino, vo špečnom Sádašstve, Konverosnáky Slovákov kultúrač, Inkizentíva, tehát a Szalvasváros Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával, illetve a szlovák iskolában. Prijemben foglalkozom, hogy ezt a második udružat városi és tenszolásom szpolgó, csak nem a kitényi a Covid nem pomogla. Zsiány ezt még törém és nem is szpolgó, vagy az szmeszávos gazdonsági lázsgé. Az évek során igyekeztünk megtartani, illetve a bővíteni tagságon